Krisztus ezen az estén is, és valóban az a vágyunk az énekíróval együtt, hogy az irántad való szeretet, az irántad való vonzalom és engedelmességnek a tüzét szítsad fel jobban a szívünkbe. Urunk, megteremtettél bennünket, és megváltottál minket. Értékesek vagyunk a te szemedben, olyannyira, hogy eljöttél, hogy megválts bennünket, amikor láttad, hogy elestünk és a bűnös életet választottuk. Urunk, szeretnénk, ha hangozhatna ezen az estén is a megbocsátásnak az örömhíre, hogy annak ellenére, amit tettünk, és annak ellenére, amik vagyunk, a te karjaid nyitva állnak, a te szíved szeretettel vár bennünket ezen az estén is. Urunk, kérünk, hogy légy közöttünk a te szent lelked által. Ha tapasztaljuk meg azt, hogy te szólsz hozzánk, mert ez az összegyülekezés más, mint más közösségek és összegyülekezések, mert itt azért jöttünk, azért gyűltünk össze, hogy a te szavadat halljuk, hogy lelkileg épüljünk, életre keljünk és megtisztuljunk. Kérünk, hogy minden rosszat távolíts el tőlünk, kötözd meg a bűnnek és a sátánnak az erejét, és a jónak, a szépnek, a te szent lelkednek ereje, töltse be ezt a helyet, és ragadja meg szívünket és értelmünket ezen az estén. Urunk, hálát adunk és dicsőítünk, és magasztalunk téged a ma esteli kegyelemért, és a te szereteted, kegyelmed újabb kiáradásáért az életünkbe. Amen. Amen. Jézus hív, Jézus szól hozzám, jöjjetek, én adok igazi örömet. Áradtak, betegek, bűntörteltek, Jézus hív, Jézus szól, jöjjetek. Még ma hív, kedvesen, még ma baj, kegyelem, Jézusnak hívja. Az élet és a halál, a kegyelem és az irgalom bujkál, és egymást felváltva tűnnek elé. Az este hallottuk azt, hogy Isten úgy szeretett bennünket, hogy értékünk ellenére és bemocskolódásunk, elesettségünk ellenére fel akar minket emelni.
Azért szeretem az evangelizációs hetet, mert lehet pozitív, mert lehet reménységet hirdetni az embereknek. Ma olyan sok rossz hír van, olyan sok elcsüggesztő körülmény van, azonban az Isten nekünk az ő szeretetéről beszél. Mert jó lehet, megérdemelnénk az ítéletet, megérdemelnénk a halált, de az igében azt olvastuk, hogy ennek ellenére Isten elküldte az ő fiát, hogy megbocsásson nekünk, hogy örök életet adjon nekünk. Ezért nekünk ma este, ha ezt akarjuk, hinni kell az Úr Jézus Krisztusban. Hinni, bízni, engedelmeskedni. Segítsen meg erre a Jóisten bennünket, egyen-egyenként, ezt az egész gyülekezetet itt, az egész falut, hogy Isten félő, Istenben hívő emberek legyünk, olyanok, akik megtapasztaljuk azt, hogy ő megbocsátja, és megbocsátott a mi vétkeink. Ne legyen senki közöttünk, aki elbújik a fénytől, elbújik Isten kegyelmétől és szeretetétől, hanem lépjünk a fénybe, lépjünk a világosságba. Az Úr az én hősünk, de szólítja őket. Olyankor arra az egy dologra tudnak összpontosítani, és mennek előre, engednek ennek a szónak, megtérnek, megváltozik az életük, abba hagynak olyan dolgokat, amire addig nem volt erejük, és olyan dolgokat csinálnak, azután olyan cselekedeteket cselekesznek, amire szintén nem volt erejük, és nem is volt vágyuk az erő. Vajon kinek fog szólni ma este is? És mi fog akkor történni? Erre az ige szavait mondhatjuk, hogy ma, ha az ő szavát halljátok, ne keményítsétek meg a ti szíveteket. Jézus azt írja magáról, azt mondja magáról, hogy én azért jöttem, hogy életük legyen és bővödjenek. Annyi minden kapunk Jézusban az Atyától. A bűnbocsánatot, az életet, a békességet, az örömöt. És van valami, amire ritkán gondolunk. Én igyekeztem magamban tudatosítani, Jézustól kapjuk életünk motivációját. A hosszú távú célt és a célokat, az életcélt és a célokat, és naponta felbontva a nap célját, a hét célját, az év tennivalóját. Hogyha nem lenne Istentől való célunk, én azt hiszem, hogy nagyon nehezen viselném az életet, értelmetlenné válna az élet. És azt hiszem, hogy sok ember gyötrődik amiatt, mert életének értelmetlenségét,
és érzi azt, hogy nem Istentől kapott célt követ. Egy turmezei verset szeretnék mondani, és szeretnék mindenkit ezzel bíztatni, hogy figyeljen Istenre, mert Isten tartogat valamit számunkra, mindenki számára, személyesen, családok számára, közösségek számára. Ha őrá figyelünk, egy csodálatos célt, egy életcélt élünk meg, és napi célokat élünk meg, és esténként úgy hagyjuk le fejünket, hogyha valóban követjük azt a célt, amit Isten tár elénk, hogy eltölt a megelégedés érzése. És úgy gondolom, hogyha minden napot így élünk meg, akkor életünk végére egyre inkább a megelégedés lesz nyilvánvalóbbá életünkben. Turmezei Erzsébet, elő a jövendő. Testvérem, a könnyes és koldus jelenben, megcsalva, kifosztva és porba tikorva, te kelj föl azért is. Ne nézz a jelenre, ne nézz a romokra, ne nézz le a porra. Te indulj előre. Múlt lesz a jelenből, s körbe hanyatlik, meglásd az egész, amitől ma még kicsordul a könnyed, megdermed a kedved. Csak vissza ne fordulj, csak hátra ne nézz. Mert minden elő van, amitől szemednek visszatérhet a fénye, amitől újra rugalmas lesz a lépted. Tövis koszorúsan Krisztus is előtted lépked. Vedd a kereszted, és indulj a nyomába. Elég egy tekintet ő rá, ha nehéz. Elég egy tekintet, hogy új erőt érjen a roskadt tagokba. Csak vissza ne fordulj, csak hátra ne nézz. Előtted a cél, amiért érdemes élni, amiért édes a munka és gyöngy a verejték. Építeni újat a roskadt romokból, s lenni nagy áldott jövendő kovásza. Az Úristennek tavaszi vetése. Mert mégis tavasz lesz. Nem sokára dudarász a márciusi szél, s kizsendül a halott vélöntötte földből a győzelmes élet. Előtted a cél, ne ismert élést, majd ha eléred, addig ne nyugodjon sem az agy, sem a kéz. Majd eljön a nyár, a gyönyörű aratás, csak vissza ne fordulj, csak hátra ne nézz. Elő a jövendő, a sír se határa, mert sötét üregére ragyog már a mennyei honból egy égi sugár. Elől a jövendő, harcosabb, keményebb, lélekben dúsabb, földi javakban bármi szegényebb, rólad aluljon daszos örömmel már is a szíved. És ha kétkedni merne, hallgasson az ész. Menj, menj, mint bízó, ragyogó szemű gyermek. Előtted az örök és áldott jövendő, csak vissza ne fordulj, csak hátra ne nézz. Amen. Az Úr Jézus védi a gyermekeket is, és a felnőtteket is. Sokan úgy gondolják, hogy a hit csak gyerekeknek való, meg öregeknek. És ott közte a gyerekkor és az öregkor között aztán az ember élje ki az életét, és valósítsa meg önmagát. Pedig Jézus nélkül se gyermeknek nem lehet igazán lenni, boldog gyermeknek, se fiatalnak a viharos időkben, se felnőttnek, de is beszéljünk az öregekről. Nagy szükségünk van az Úr Jézus Krisztusra. Sok szeretettel köszöntök mindenkit, és mint frissen hordozom szívembe megtérésem örömét, feleségemmel együtt, hogy elfogadtuk az Úr Jézust. Szeretném bizonságot tenni, hogyan is jutottunk el erre a döntésre. 90-es évek elején egy új munkatársat kaptam a szolgálatba, és az volt a hobbi, jobban mondva a szórakozás, mikor nem volt úgy munkánk, eliszolgáltunk egy-egy kártyapartit. Hívtam a kollégát is, de ő visszautasította. És megkérdeztem egy nap tőle, te Csaba, te hív vagy? Erre jött a válasz, igen, baptista vagyok. Nekem nem volt nagy újdonság, mivel akkor volt frissen megtérve az anyósom is. És a kollégám meghívott a gyülekezetbe, még a régi imaház volt Nagybányán. És elfogadtam a meghívást, elmentem. Hát nagyon tetszett az ige hirdetés, a közösség, az a testvéri szeretet. Néhányszor voltam vendégül látva a kollégámnál otthon is,
és csodálatos volt az a családi hangulat, ami lezajlott, az a szép beszéd és imádkozás, ahogy végig zajlott egy vasárnap délután. Néhányszor a Zui Maháznál is segíteni voltam, de csodálatos voltak az a testvérek között az a gyönyörű beszéd, nem a káromkodás és a csúnya mucskos beszédek. Telt múlt az idő, elmaradtam az imaházból, és a Jóisten kegyelméből még lehúztam 15-16 évet. És egy éjszaka hazamentem részegen, felébredtem a három óratáján, egy olyan feldúlva, egy hang szólt hozzám. Mikihez nem ment tovább így. Végigkerestem, mert a feleségem mindig megkapta anyósomtól az áhítatot, olvasta. Végigkerestem egy telefonszámot, hogy a lelki pásztort vagy valakit az imaháztól felhívja. De nem volt nyugtam. Vasárnap nem találtam, vasárnap elmentem imaházba, és meglepetésemre úgy kezdődött az imaóra, az énekkel, hogy vetkezett be a Szent Bibliát. És végig az egész ige hirdetés, mintha rólam szólt volna. Az Isten tisztelet végén megint az a nagy szeretet, a régi ismerősök, testvérek, amivel fogadtak. És úgy elkezdtem megint imaházba járni, és a nagyobb örömömre csatlakozott a feleségem is. Evel elhagytam az italt, nagy küzdelemmel és sok imával elhagytam a cigarettát, próbáltam, vettem gyógyszert, nem sikerült. És a Jóisten megsegített ima által elhagytam egyik napról a másikra, és két doboz nem volt elég egy nap. És most megtapasztaltam, mennyivel boldogabb az a családi élet és a közösség, hogy hazamész és valaki vár, és egy szép kedves szóval fogad, nem mint mikor hazamentél részeget, na, megjöttél, te szerencsétlen vagy. Már mindenki tudja ezeket a perdíciókat. És más, sokkal boldogabb vagy, az Úrra bízod az életedet, minden másképpen pörög az életbe. Szóval kimondhatatlan a boldogság. És ajánlom sok testvérnek, aki még nem próbálta, próbálja meg, mert megéri a küzdelmet. Egy szép, boldog életért. Amen. Azon töprengtem magamban, hogy a testvérem bizonyságot előtt vagy utána szóljak egy néhány szó. Elmondom, hogy miket gondoltam. Az, hogy a templomokban, a gyülekezetekben igyekeznek arra, hogy szép beszédeket mondjanak. Ugye, hogy szépen fejezik ki magukat, veretes magyarsággal, irodalmi nyelven elmondjanak verseket, és különböző dolgok, amiket mi tudunk, nem kell ezt kihangsúlyozni különösen. Azonban a kérdés az, hogy igazak ezek a beszédek. Igaz-e az az ige hirdetés? Igaz-e az, amikor valaki kiáll a templomban és elmond valamit? Vagy csak ez is egy olyan előadás, mint más valami? A kultúrházban, vagy az iskolában, vagy valahol? Itt ma este nem a szép beszédeken van a hangsúly, hanem az igaz beszédeken. És jó lehet, Miklós testvér elég jól tudta magát fejezni, habár nem sokat beszélt a közösségekbe. És Isten csodája az, hogy valakit úgy megerősít, hogy egy féllénk emberből egy bátor ember legyen, vagy egy olyan, hogy le tudja győzni a szorongását, és kiálljon az emberekkel, és elmondja, hogy mit tett az Úr Jézus az életében. De mindenek fölött ez igaz beszél. És mi mondunk, bizonyságot teszünk, verset mondunk, prédikálunk. Ne azt nézzék, hogy milyen szépen mondjuk, hogy hogy fejezzük ki magunkat, hanem arra gondoljanak, arra a valóságra és az igazságra, hogy az Úr Jézussal jó élni. Hogy hinni akarunk és bízni akarunk az Úr Jézusban. És hogy ez mindenkinek az életében valóság legyen, igazság legyen, realitás legyen.
csak annyit szeretnék elmondani, hogy Jézus hogy szólított meg engemet. Nem tudtam én, hogy milyen bűnös vagyok, nem is ismertem a bűneimet, és egy alkalommal az egyik testvérünk, aki megtért, frissen, el volt menve, elutazott az egyik gyülekezetben, és hazajött, és egy hétköznap este, ima hét volt, és két-három testvérnek odaszólt, én fiatal voltam akkor még, hogy maradjatok vissza egy kicsit. És visszamaradtunk, és ő könnyek között sírva mondta el, hogy találkozott Jézussal. És akkor, amikor miután ő elmondta, és ő szeretné imádkozni velünk. És akkor a nevemben szólított, és azt mondta nekem, hogy Pista, te nem maradnál, hogy imádkozzunk. Életemben ez volt a legelső, amikor valaki engem megszólított, 19 éves voltam, valaki megszólított engemnek, hogy nem szeretnél te is imádkozni. Én nem tudtam, hogy milyen bűnös vagyok, nem is tudtam, hogy mi lesz ennek a vége, nem azt mondta nekem, hogy te el vagy kárhozva, nem azt mondta, hogy te neked sok a bűnöd, egyszerűen csak annyit mondott nekem, hogy nem szeretnél-e velünk imádkozni. És amikor a következő este elmentünk a családhoz, hívott haza, és amikor láttam én, hogy milyen sírva, őszintén bűnbánattal mondja el a bűneit, futkosott a hátamba a hideg. Erre nem számoltam. Gondoltam magamban, ez az ember itt, az én jelenlétemben, ahogy le vagyunk borulva, önti kifele a bűneit, amit elég soha nem is képzeltem el róla. Nagyon megfordult bennem minden, hogy vajon mi is lesz. És én is mondtam valamit, de még mindig nem ismertem magamat. Nem gondoltam, hogy ide fog ez jutni, hogy ő engem megszólít, hogy gyere imádkozni. De ez a megszólítás Jézustól volt. Mert ahogy őt láttam, valami elkezdett erősen dolgozni bennem. És ahogy teltek a napok, akár éjszaka volt, akár nappal volt, ha mentem dolgozni, mindig csak a bűneim jöttek elénbe. Úgy peregtek elénbe a bűneim. Eszembe jut a szerdán este, amikor együtt voltunk a gyülekezetben, egy testvérnő, aki a világból tért meg, és feláll a Márk evangéliumát, van most a sorozat, szerda esténként, és az első része volt, és feláll és azt mondja, nem ért valamit. Ezt nem érti, azt mondja. Mondjuk el neki, magyarázzuk meg, mert ezt nem érti. Hogy Jézus ott ment el, és halászta Simon, Péter, Simon és a másik testvérük, és Jézus azt mondja, kövessetek engemet, mert ezentúl embereket fogtok halászni. És azok ott hagyták a hálót azonnal. Ezt nem értem, azt mondja. Én most se nem értem. Ha honnél tudták, hogy azok Jézus? Soha addig nem látták. Nem értem, hogy van ez, azt mondja, egy szóra. Eszembe jutott, mikor a nő ezt mondta el. Így volt. Egy szóra. Pista, nem szeretnél velünk imádkozni? De ez a megszólítás, ez nem olyan volt, mint azelőtt valaki engem megszólított. Vagy később aztán megtudtam én, hogy milyen bűnös vagyok. Később olyan sok mindent megtudtam, hogy mások engem miért nem mertek megszólítani. Hát rémje voltam a gyülekezetnek, és én tőlem mindenki félt. De Jézus szólított neki. Zákeust, amikor azt mondta, Zákeus, szállj le hamar, mert én a te házadnál akarok lenni most. Mások zúgolódtak. Hát hogy egy ilyen bűnös emberhez megy ember? Jézus nem úgy látott, mint ahogy láttak mások. 19 éves voltam, amikor egy alkalommal imórát vezettem, és lejöttem a szószékről, egy idős testvér, aki ezelőtt fő vasárnapiskola tanító volt, mert volt több osztály, de volt egy fő tanító, aki tartotta az előadást, és ahogy jövök a szószéktől lefele, mennék a padba, előmbe áll. És nagyon sír. Gondoltam magam, hogy biztosan megbántottam a szószéken, valami olyan szót használtam,
de nem tudott volna szóhoz jutni, csak sír, sír. És mondom, tessék már mondani, Jóska testvér, hát mivel bántottam meg? Nem bántottál te meg. Én bántottalak meg téged. Mivel? Azt mondja, amikor láttalak téged ott a vasárnapiskola gyerekek között, azt mondtam mindig magamba, meg a többi tanítóknak, ha ebből az emberből hívő ember lesz, akkor én belőlem katolikus pap. Szégyellem magamat, az Úr előtt azt mondja. Nagyon szégyellem magamat. Ilyen hitetlen voltam, és nem mertem hinni, hogy Jézus Krisztus egy ilyen bűnös embert, mint te vagy, át tud formálni. És az a nap döntött el az életemet. Jézus megszólított. Ez volt az a testvér, aki ott Jézus nevében megszólított. Vettünk fel egy tagot az imaházba, és kérdeztük tőle, hogy ott élt meg, nem régen alakult gyülekezet ottan, és kérdeztük, hogy mi ragadta meg őt, hogy jött a gyülekezetbe. És hol mondta, hogy egy bátyja, van neki, aki hívő, és telefonált messziről, és azt mondta, boldog karácsonyt kívánok, és keresd a hívőket, menj el a gyülekezetbe, és fogadd el Jézust, és hozd rendbe az életedet. És akkor eljött karácsonykor. Az első nap, amikor meghallotta a legelső evangelizálást, az igény, azonnal döntött Jézus mellett. Ilyen megváltom van nekem, aki, mint a Samária asszonynak, megmondott nekem mindent. Elfogadtam őt, minden megmondott nekem. Lehet, hogyha tudtam volna előre, hogy így fog történni, nem mertem volna vállalkozni erre a megtérésre. De ez a megszólítás engem meg felkavart egészen. Jézus olyan szeretettel jött hozzám, úgy megfogott, hogy az egész életem megváltozott. Csodálom azóta is, azt mondta a feleségem nekem, hogy én ha tudtam volna, hogy te ilyen rossz fiú voltál, ki tudja azt mondani, hogy lehet hozzá sem mentem volna. Elmondtam neki később, hogy én milyen bűnös vagyok. Mondom, ez vagyok. Ez voltam jobban mondva, de Jézus engem megváltott. És én erről a Jézusról akarok beszélni mindig, az ő szeretetéről. Amikor Kovásznál voltam, és udvarhelyre elmentünk, a lelkipásztor testvér hívott, mentem kezelésre, elmentünk oda, egy házhoz gyűltünk össze, és gondoltam magamban, most elmondom itt is, hogy az Úr hogy talált meg engem, mert olyan volt a beszélgetés is. És a végén egy házas pár, egy fiatal házas pár jöttek oda, de nagyon sírtak. És mondom, mi történt, mi van? Megmondjuk őszintén. Olyan rossz gyerekünk van, pont, mint azt mondja, amilyen nada volt. De most, hogy elmondta a megtérést, már lemondtunk róla. És úgy gondoltuk, hogy ez lehetetlen, hogy megtérjen. De hogy elmondta a megtérését, új reményt kaptunk az Úrtól, hogy imádkozzunk. Hogy az Úr Jézus nem mond le senkiről se. Ha én nem mondok le róla, ő nem mond le. Szeretném azt, hogy ma este eljöttek ide, hogy találkozzanak Jézussal. Jézus szeret, Jézus nevükön szólít bennünket, ad nekünk új életet, üdvösséget, örök életet, és ezt az életet hordozhatjuk magunkban, ahol élünk, ahol járunk. Ezt kívánom a testvéreknek is, mindenkinek. Amen. Elmertek nyaralni Szilágysomlyóra, de volt ott egy családi barátunk, de csak ha megígéritek, hogy énekeltek és szavaltok. Hát persze, hogy megígértük, mert otthon mindig szolgáltunk Szatmáron az imaházba, de egy másik helyen nehezebb volt ezt megtenni. És akkor a húgomnak fogtam a kezét, ő is remegett, én is. De azért szolgáltunk, mert megígértük a szüleinknek. És nagy öröm hallgatni a gyerekeket, különben én a gyerekeket nagyon szeretem, de öröm hallgatni a fiatalokat is, öröm hallgatni az időseket is. Én eddig nem tudtam, mit jelent a 60 éven túl, milyen lesz az. Egyet tudok. Az unokáim bíztatnak, mellénk állok. Elestem nemrég, és oda jött hozzám a két fiú unokám, és azt mondta, nagymama, ezen túl támogatunk, vigyázunk rád, és segítünk neked. Megköszöntem neki a lelki életnek a szépségét, a mélységét,
igazán csak most kezdem érteni. És imádkozzon ez a gyülekezet azért, hogy gyerekkorban fogadják el a gyerekek az Úr Jézus. Mert annyi szépség, annyi jó és boldogság van akkor az ő életükben, amit soha nem fognak megbánni, hanem nagyon hálásak lesznek ezért. Én ezt tapasztalatból mondom, és kívánnám, hogy ma este ne csak a felnőttek döntsenek, hanem a gyerekek is döntsenek az Úr Jézus mellett. Várt és vár az Isten, amíg a szívembe szent örömöt hozott, kicsiny fűszálakon ezer könyv csillogott, és millió csillag virasztott felettem a nagy napon, melyen átölelt az Isten. A nagy napon, melyen átölelt az Isten, millió angyal én velem térdepelt, és felém mosolygott minden fehér virág, s a kis bokor is súgta, hogy szeret a király. Hálám szent tüzétől majd elrepül lelkem, teljes valóság ez, új életet nyertem, új szívet, új embert és új ruhát kaptam, mert a régit mind a Golgotán hagytam. Szól a drága ige, hogy mindez nem érdem, korona vár rám, ha utam elvégzem. Átsegít mindenen a nagy égi mester, oltalmaz és vezet átszegzett kezekkel. Kicsiny fűszálakra könycseppeket ejtett, mintha sírna Isten, ha elvész a lelked. Felhők gyászolják a tündöklő napot, és ott virasztanak éjben a csillagok. Vár a megváltottak fénylő öröksége, vár a kegyelem szent királyi széke, vár az áldott Golgota, hív Istened haza. Tékozló utadról még ma siess haza. Csodálva, imádva tekintek kegyelmének tengerébe, és hallgatom édes örömmel, mit róla tanít az ige. Szent vére bűnt elfedez, tisztára mossa ruhám, bizalmamat ebbe vetem, remény. Ó, mennyi időt veszítettem, sóhajtva a terhek alatt, de hogy magam őné kiadtam, lelkemről a súly leszakadt. Szent vére bűnt elfedez, tisztára mossa ruhám, bizalmamat ebbe vetem, reményem a Jézus csupán. Gyöngéd keze szívemet érte, meggyógyítanak fiam én. Megfogva ruhája szegélyét, előbb öröm szála belém. Szent vére bűnt elfedez, tisztára mossa ruhám, bizalmamat ebbe vetem, remény. Most velem a béke király.
oly édes az ajkán e szózat, békén adom én te neked, szent vére bűnt elfedez, tisztára mos a ruhám, bizalmamat ebbe vetem, reményem a Jézus csupán. Mózes első könyvének harmadik részéből. Az első 13 verset, majd a 20-tól 24-ig. A kígyó pedig ravaszabb volt minden mezei vadnál, melyet az Úristen teremtett vala, és mondta az asszonynak. Csak ugyanazt mondta az Isten, hogy a kertnek egy fájáról se egyetek? És mondta az asszony a kígyónak, a kert fájnak gyümölcséből lehetünk, de annak a fának gyümölcséből, mely a kertnek közepette van, azt mondta Isten, abból ne egyetek, azt meg se illessétek, hogy meg ne haljatok. És mondta a kígyó az asszonynak, bizony nem haltok meg. Hanem tudja az Isten, hogy amely napon esztek abból, megnyilatkoznak a ti szemeitek, és olyanok lesztek, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. És látta az asszony, hogy jó az a fa eledelre, s hogy kedves a szemnek, és kívánatos az a fa a bölcsességét, szakaszta azért annak gyümölcséből, és evett, és adott vele levő férjének is, és az is evett. És megnyilatkozának mindkettőjüknek szeme is, észrevették, hogy mezítelenek. Fügefa levelet aggatának azért össze, és körülkötőket csináltak maguknak, és meghallották az Úristen szavát, aki hűvös alkonyatkor a kertben jár vala, és elrejtőzött az ember és az ő felesége az Úristen elől a kert fái között. Szólítá ugyanis az Úristen az embert, és mondta néki, hol vagy? És mondta, szavadat hallám a kertben, és megfélemlém, mivel hogy mezítelen vagyok, és elrejtőztem. És mondta ő, ki mondta néked, hogy mezítelen vagy? Vagy talán ettél a fáról, amelytől tiltottalak, hogy arról ne egyél? És mondta az ember, az asszony, akit mellém adtál vala, ő adott nékem arról a fáról, úgy ettem. És mondta az Úristen az asszonynak, mit cselekedtél? Az asszony pedig mondta, a kígyó ámította engem, úgy ettem. A 20. verstől. Nevezte vala pedig Ádám az ő feleségét Évának, mivel hogy ő lett anyja minden élőnek, és csinálta az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és fölöltözteti őket. És mondta az Úristen, imé az ember olyanná lett, mint mi közülünk egy, jót és gonoszt tudván. Most tehát, hogy ki ne nyújtsa kezét, hogy szakasszon az élet fájáról is, hogy egyék, s örökké éljen, kiküldte őt az Úristen az Éden kertjéből, hogy művelje a földet, amelyből vétetett vala, és kiűzte az embert, és oda helyezteti az Éden kertjének keleti oldala felől a kérubokat, és a villogó pallos lángját, hogy őrizzék az élet fájának útját. Imádkozzunk! Istenünk, ezeket a beszédeid és régi történet ez tett valósággá mindjárt az életében, és kérünk, hogy munkálkodj az életünkben, hogy ne csak hallgassuk, hanem legyünk készek cselekedni, válaszolni a te igédre, a te beszédedre. Amen. Foglaljunk helyet. Én is sok szeretettel köszöntök mindenkit, nagyon örülök annak, hogy itt lehetek ma este. Régebben jártam még itt, és akkor is nagyon jól éreztem magam a testvérek között. Nagyon örülök annak, hogy Isten tiszteleten együtt lehetünk. És épp ahogy figyeltem a szolgálatokat, meg a kedves jelenlevőket, nekünk lelkipásztoroknak az a kiváltság jut, hogy majdnem mindenkit látunk a szószékről. És úgy van, hogy úgy láttam, hogy nagyon nagy érdeklődéssel figyelik mindaz, ami történik. És ezt meg akarom mondani már az elején, értékelni szeretném, ha Jóisten áldjon meg mindenkit, aki itt van ebben az imaházban, hogy hallja a Jóisten igét, és az a vágy, ami a szívében van, az kapjon eledelt, kapjon szót az Istentől, hogy valóban lépjünk az Isten útjára. Örültem az énekkar szolgálatának is, eszembe jutott, amikor a körzetünkben voltak a testvérek, vagy a gyülekezetünkben. Nagyon szép volt most ezt is a szolgálat, az Úr áldja meg a testvéreket is. Hisszük, hogy Isten jelenlétében vagyunk, és az Isten beszédét
az Isten beszédével foglalkozunk, és ez a legfontosabb, hogy figyeljünk a jó Isten beszédére. Testvéreim, az ember legfontosabb, legnagyobb problémájáról szeretnék szólni, és arról a megoldásról, amit Isten készített. Sokan nem ismerik be, hogy nekik van problémájuk. Hát olyasmiről beszélnek, hogy gazdasági probléma, és lehet, hogy ez is van, egészségügyi probléma, meg annyi más problémákat látnak az emberek, úgy nagy beszédeket mondanak, és szépeket mondanak, és lehet, hogy igaz beszédeket is, de ma este személyesen rólunk lesz szó, tehát rólam, és mindenkiről, aki itt van ebben a teremben, de úgy általában, akik ebben a világban élnek, minden emberről szó van, de szeretném, hogyha ma este magunkra gondolnánk. Minden embernek van problémája, alapvető problémája. És itt ebben az igében meglátjuk, vagy leírja a Jóisten igéje nagyon egyenesen, egyszerűen, hogy mi az ember legnagyobb problémája. Hát három betűként bűn. Az embernek a legnagyobb problémája. És el akarjuk kerülni ezt a szót, ezt a fogalmat. Nem akarunk vele foglalkozni. Mutogatunk újra másokra, hogy hát azok a nagy bűnösök, és azok kellene hallják az evangéliumot, mint ahogy az egyik lelkipásztor testvér mondta, hogy a temetésen prédikált, eszembe jutott ez ma, mert én is egy temetésről jövök ma, Szatmáron temetésünk volt, és mondta ez a testvér, hogy a temetésen kezdi az igehirdetés, egyszer csak egy rendőrautó áll meg, ott a temető bejáratának, a kápolnától közel, és ő látta a lelkipásztort, és megkérdezte, most mi lesz? És egyszer csak két rab száll ki, láncokkal, a kezüknél, a lábuknál, rabruhába, és a fegyveres őrök, gépfegyvere kísérték oda azokat a rabokat. Azt mondja, nagyon érdekesen hirdettem a Jóisten igét, azt se tudtam, hogy mit higgyek. Most ki a rab, meg ki az élő, meg kinek kell hirdetni a Jóisten igét, aztán megtudta, hogy akit temetnek, az édesanyjuk, és ezért engedték ki a rabokat. Hát, kedves testvéreim, így vagyunk mi, hogy kell, hogy figyeljünk a Jóistenre. Kell, hogy figyeljünk a Jóistenre. Mert akárhogy beszélünk, meg arról beszélünk, hogy azok a nagy bűnösök, meg ők kellene hallják ezeket az igéket és az Isten igét, de az az igazság, hogy mindnyájon kell, egyenesen meghalljuk az Isten beszédét, mert minden embernek ez a legnagyobb probléma. Erről beszél a Biblia. És nem csak a problémáról akarok beszélni, hanem arról a megoldásról is, amit Isten készített. Ha az ember beteg, és beteg, a bűn halálosan megbetegítette, megsebesítette az ember, Isten ő kínál gyógyszert, kezelést, és ő gyógyít. És hogyha problémáról beszélünk, akkor Istennél van a megoldás. És majd úgy fogjuk befejezni, hogy a megoldásról szólok, és ajánlom mindenkinek ezt a megoldást ma este, hogy fogadja el. Ugye a bűnösek történetéből olvastam, nem is mindent belőle, nagyon ismerős ez a történet. Ennek alapján szeretnék a problémára, a bűnre rámutatni. És akkor kezdem azzal kapcsolatosan, hogy mi is a bűn, meg honnan is lehet tudni, hogy az emberek bűnösök, vagy honnan látszik, miből derül ki, hogy valaki bűnös, tehát akkor egy néhány dolgot a bűnnel, a problémával kapcsolatosan. Hát a bűnös ember észreveszi a rosszat, tudja, hogy mi az, ami rossz, de nem tud jót tenni. Nincs ereje jót tenni. Fölfogja, megérti, hogy mi az, ami jó. Mi az a szép, amit kellene tenni, de nincs ereje. Nem találja a megvalósítás útját. És valahogy itt is, ebben a történetben is ezt látjuk. Azt mondta az ördög az asszonynak, hogy ó, de hogy nem haltok meg. Tudja az Isten, hogy majd napon esztek, megnyilatkoznak a ti szemeitek, olyanok lesztek az Isten, mint az Isten, jónak és gonosznak tudói. Igen, tudják a jót, hogy mi a jó, és esetleg a rosszat is tudják, hogy mi az, ami rossz, mi az, ami bűnös, mi az, ami csúnya, de nincs erő a jót megtenni, nincs erő a gonosznak ellenállni. Fogadja az ember is, és azt mondja, hát ilyenek vagyunk mi emberek, a többiek is ilyenek, és hát mit tudja csinálni, valahogy majd lesz,
és leéri az ember az életét, és retteg, és problémába kerül, mert ilyen a bűn. A bűnös ember ebbe az állapotba kerül. Ez egy elsüllyedt állapot. Vagy mondjam úgy, ez egy megkötözött állapot. És ebből ki akar hozni bennünket az Isten? Ki akar hozni? Azt mondja Pál apostol, hogy még erről szóljak ebben a gondolatban, hogy én az én elvén törvényével és az én ítélő képességemmel felfogtam, hogy mit kér Isten, mit vár az Isten az embertől. Hogy ne ő, hogy ne hazudj, hogy ne irigykedj, meg mindezeket a jó dolgokat. De azt mondja a Pál apostol, látok egy másik törvényt is az én testemben, az én tagjaimban, az én elmémben, amely ellenkezik ezzel az isteni törvénnyel. És én a szándék megvan bennem, de a véghez vitet sehogy se találom. Hát ezt teszi a bűn az emberrel. És ahogy felnő, felcseperedik odáig a gyerek, a fiatal is, mondták a gyermektanítók, hogy a nyáron a tinikkel, amikor voltak a táborban, akkor sírtak a fiúk meg a lányok is úgy, ahogy mindenki meg volt illetődve, megsértette, megbántotta a legjobb barátját, a legjobb barátnőjét, és nem volt ez jó. Kis semmiségeken vesztek össze a szobába vagy az ebédlőbe, és úgy sírtak, és azt mondták azok a fiúk és a lányok, hogy tudom, hogy mi a jó, de nem tudom, hogy miért csináltam ilyet. Úgy szeretnék megváltozni, de nem tudok más lenni. Ez az embernek az alapvető problémája, mert ilyen az ember. A bűn ilyenné tette az ember. Aztán a következő. A bűn miatt az ember átmeneti megoldásokat keres az életébe. Csupán átmeneti. Egy kicsit javítsak az életemet. Hát lássanak már másképp. Azt olvastuk az igében, hogy amikor rájöttek, hogy mezítelenek, akkor fügefa leveleket szedtek, és körülkötőket, ruhákat próbáltak csinálni maguknak. Az elszárad, az elhervad, az csak egy átmeneti volt, de ő akar csinálni valamit. Mert látta, hogy valami baj van, nem tudta a megoldást, és azt mondja, ó, megoldom én. Ilyen az ember. Ilyen az ember. Tudom, én boldogulok én. Ilyen a fiatal, ilyen a középkorú, az idős is ilyen. Valamit csinálok. Valamihez nyúlok. Nem csak a nem tudom én milyen szerekhez. Nem. Olyan hobbihoz, olyan ártalmatlannak tűnő dolgokhoz, olyan foglalkozás, olyan időtöltés, ami egy rövid ideig tart. És azt mondja a Jóisten igéje, a Zsidókhoz írt levélben, hogy a bűnnek ideig, óráig való gyönyörűsége. Van a bűnnek ilyen. Ideig, óráig. Keresi az ember azt a bűnös dolgot, azt amit, és egy darabig tetszik, jól érzi magát. Utána nagyon-nagyon rossz helyre kerül. És a bűnös ember a másik oldalról pedig ilyen átmeneti megoldásokat. Na hát valahogy átvészelem most ezt. Valahogy megoldom én. De nem az alapvető dolgot eszi. Csak ilyen külsőség, csak valami kozmetika, csak valami látszat, csak ilyesmiről van szó. Nincsen mérható, nincsen tartós megoldás. Mert ez történt az embernek az életében is. Aztán a következő, a bűnös ember elbújik Isten elől. Egyenesen elbújik az Isten elől. Úgy olvastuk az igében, hogy elrejtőzött. Jött az Isten találkozni az emberrel, és szeretném mondani, hogy minden nap Isten szeretne velünk találkozni emberekkel, mert ő teremtett, és annyira szeret, annyira akar velünk beszélni, társalogni, hallani a hangunkat. Várja, hogy adjuk oda a mi problémáinkat, sokszor könnyeink vannak, terheink vannak, nyugtatót szed az ember meg, mert próbálja valahogy megoldani a problémáit. De az Úr Jézus Krisztus megjelenik, Isten akar találkozni az emberrel, és várja, hogy mondd el a te bajodat. Hogy add oda neki a te terhedet. És az ember nem akar az Istennel találkozni. Keres munkát, feladatot. Itt azt mondtuk, azt olvastuk az igében, hogy megijedtem és elrejtőztem. Ha ezt csinálja az ember. Én majd csinálom valahogy, és elbújok az Istentől. Csinálok egy olyan szisztémát az életemben, egy olyan rendszert az életemben, hogy ne kelljen erről beszélni. Úgy el tudom terelni a szót, hogyha valaki szóba is hozza ezt a dolgot.
Úgy átváltom a tévéműsort, amikor látom, hogy olyasmiről lenne szó egyáltalán. Vannak, akik ezt teszik direkt módon, egyenesen, szándékosan. Mert el akarnak rejtőzni az Istentől. Valamit éreznek, hogy nincs rendben az életükben. És nem jó ez. Mert az Isten nem akar rosszat az embernek. Ő jót akar. Amikor megkérdezte Isten az emberpártól, hogy hol vagy? Nem azért, mert nem tudta, hanem akarta hallani az embertől, hogy na mondd el te, halljam tőled. És ő elmondja egyenesen. Megijedtem, elrejtőztem. Nem jó ez így. És sajnos minél több ember van, hogy elrejtőzik az Istentől. Annyi hangra figyel, annyi elfoglaltsága lesz, annyi mindent csinál, csak az Istennel nem tölt időt. Istennel nem tölt időt. És így nem lehet megoldás az életében. Így nem juthat előre az ember. Hát Isten ezeket a dolgokat meg akarja oldani. De még a problémáról hadd beszéljek. A bűnös ember fél Isten beszédétől. Már csak ugye elrejtőzik az Istentől, de ne szóljon az Isten hozzánk. Ne beszéljen az Isten, ne szóljon ő. Én csináltam magamnak ruhákat, én elbújtam ott a bozótban, mert sokan vannak így, akik ilyen bozontos életet élnek még mindig. Ilyen bujkáló életet élnek. Olyan életet, amit ők választanak, a sötétségben, ahogy olvasta Kovács testvér az elején. Hogy inkább választják a sötétséget. Pedig az Isten világosság, szentség, szeretet, minden szépség az Istenből. De az ember választja azokat az árnyékos, hideg, sötét részeket, odukat, barlangokat, hogy oda menjen. Hogy csináljon, ami neki tetszik. És amikor szembesül az Isten igével, akkor nem érzi jól magát. Valahogy elhallgattatná. Ne szóljon! Miért szól bele? És nagyon sokan vannak, akik kimondják egyenesen, hogy miért foglalkozik ő azzal, hogy én hogy osztom a pénzemet, meg hogy én hogy nevelem a gyermekeimet, meg hogy én mit beszélek, meg hogy nekem mi van a szívemben, hogy irítség, vagy harag, vagy öröm. Hát mit törődik ő azzal? Sokan úgy gondolják, hogy az Isten a templomba szól, az Istennel csak az egyházba, a templomokba, az imaházakba kell foglalkozni, és utána semmi köze a mindennapi életemhez. És ez nem így van. Isten azt akarja, hogy engedjük be az életünkbe, mert ő mindig jót mond nekünk. Mit gondoltok, hogy Isten, amikor azt mondta, hogy ne egyetek arról a fáról, rosszat akart az embereknek? Nem akar. Ő jót akart az embernek, az emberpárnak, mindenkinek. És így van, amikor Isten megmond valamit a 10 parancsolatban, vagy bárhol beszél az Isten, csak jót akar az embernek. De a bűnös ember el akarja hallgattatni az Istent. És bömböl a rádió, vagy a zene, az MP3-as, meg mit tudom én, hogy micsodákat találnak ki az emberek, csak azért, hogy valahogy ő magába legyen, szórakozzon, létezzen. Olvastam valahol, hogy a kínaiaknál nincs is szó arra, hogy halál, hanem amikor valaki meghalt, akkor azt kérdezik, hogy mikor állt le a működése. Ilyen felfogásúak ott az emberek. Lehet, hogy ma is sok embert nem úgy kéne megkérdezni, hogy hogy vagy, hanem hogy működsz. Mert létezni létezik, dolgozik, mozog, megy ide-oda, olyan vidámnak néz ki, de lelkében halott, nincs kapcsolat az Istennel. Nem beszélhet vele az Isten. Nem vágyik arra, hogy Isten beszél vele. Valahogy mozog, valamit csinál, működik. Sok mindenen töri a fejét az ember. De az Isten mit tudja? A bűnös ember ezt teszi, elbújik, elrejtőzik, és ne szóljon Isten. Nem akarom, hogy Isten beszéljen. Aztán egy következő, megint a problémánál vagyunk. Másokat hibáztat bűneiért. Amikor Isten elmondta, hogy vétkeztél, Ádám, hát az asszony, akit mellém adtál. Nem. Én tudtam, hogy mi az igazság, de mit tudom én, hogy mondtam neki. Ő másképp gondolta. És amikor az asszonyhoz megy, akkor azt mondta az asszony, a kígyó ámított ellen, nem vagyok én hibás, a kígyó olyan ámítással, olyan csalafintán jött hozzá, olyan furfangosan, hogy úgy ettem. Hát, és ez a helyzet.
ma délelőtt a házunkban egy ilyen gyerekklub volt, és éppen beszélt a tanító a bűnről, és amikor megkérdezte úgy hirtelen, hogy van-e itt a teremben valaki, aki bűnös? Majdnem mindegyiknek, minden gyereknek a keze a másik felé mutatott. Olyan spontán, olyan egyenesen, mindjárt a másik felé. És akkor volt az egyik szegényebb, úgy kinevették, egyszer csak amikor úgy elcsendesedett, azt mondja, én vagyok. Olyan csend lett. Nem tudom, hogy mit hallott ő otthon, vagy milyen érzései voltak. Én örültem, hogy és Lacika ezt elmondta. Olyan ritkán van ez az emberben. Alapvető probléma az, hogy mindig a másik a hibás. Ő szólt rosszul, ő ütött vissza, vagy mit tudom én milyen dolgokat csinált, mert ő a hibás. A bűnös ember soha nem akar igazán magába tekinteni, és azt mondani, hogy én. Nem. A feleségem, a férjem, mindenki más. Még egy dolog a bűnös emberrel, és a bűnnel kapcsolatosan, hogy a bűnös ember nem juthat el saját erejéből Istenhez. Nincs már ez a lehetőség. Úgy olvastuk, hogy kiűzte az embert, és oda a kerthez kérubokat, vagyis angyalokat, és villogó palos lángját helyezte Isten, hogy oda be a kertbe többet az ember nem ehessen. Azt gondolja az ember, hogy az Isten csak úgy felveszem a számra, gondolok rá, van egy filozófiám, van egy felfogásom, hitem, valamilyenféle hitem az Istenről, és ennyi az egész. Azt írja a Biblia, hogy az ember nem mehet már Istenhez ilyen könnyen, mert a bűn miatt kikerült az Isten vonzás köréből. Két világ, szakadék van az Isten világa és az ember világa között. És az ember, aki itt van, akármennyire vágyik az Istenhez, mert az az igazság, hogy vágyik az ember. Amikor csend van, amikor a lelkiismeret megszólal, akkor valami érzés van az emberben, ezt Isten helyezte oda, de igazából oda ő a saját erejéből nem mehet. Vannak próbálkozások, szép dolgok, ezek a szép dolgok nem esítik az embert. Nagyon sok jót tesznek, társadalmi munka, jó cselekedetek, vallásosért, ez mind szép, és mind jó, kell az ember életéhez, de még itt van, a bűnnek, a halálnak az otthonába, az Isten szentségéhez, így az ember a saját erejéből nem juthat. A bűn ezt tette az emberrel. És még lehetne sorolni, biztos még többet is. Most itt ezekre a dolgokra gondoltam az ige alapján. Ez az embernek a legnagyobb problémája, de megváltozhat. Megváltozhat. Isten ad megoldást is. És ebben az igében megoldásról is van szó. És mielőtt a megoldásról szólnék, egy bizonságtevést mondok el, már volt, hogy elmondtam egy-egy gyülekezetben, olyan frissen él bennem, csak azért mondom el, hogy lássuk, hogy Istennél kész a megoldás, és ez egy valóságos. Olyan, hogy az élet bármilyen területébe be lehet vinni. Egy nőnek nagyon megbetegedett a fia, bevitték a kórházba, és azt mondták az orvosok, hogy már nem lehet rajta segíteni. Hát mit tesz ilyenkor az édesanyja? Bármit. Csak hogy élve hazamehessen a szeretett fiával. És amikor már majdnem mindent megpróbált, akkor letérdelt az ágya mellé, és nagyon-nagyon komolyan imádkozott. Uram, add vissza a gyermekemet. Én hívő leszek. Szinte ez egy fogadás, szinte ez egy eskü volt, amit ez az asszony ott mondott. És csoda történt, a gyermek felépült. A gyógyulás útjára indult és megerősödött, és egy néhány hónap múlva az édesanyja az egészséges gyermekével ment haza a faluba. Hát ez egy csoda volt a faluba, amikor jöttek, majdnem mindenki kiment, hogy üdvözölje őket. Jó falusi szokás, és sokszor hiányzik ez, nem csak falun, de vissza kellene hozni. Aztán mondja a férjének otthon, hogy mi történt, meg konkrétan, hogy mit fogadott ő az Istennek,
Oda a hívő közte nem mész? Ó, ilyenek olyanok öregek, nem tudnak így csinálni, nem kell oda menni, nem kell oda azokkal foglalkozni. De én úgy gondoltam, hogy elmegyek vasárnap oda az imaházba. Nem mész te oda, majd adok én neked, ha oda akarsz menni. Ötözzél és megyünk oda, hova kell, menjünk a templomba. Jó helyre mentek, biztos. Az asszony letérdelt, és azt mondta, uram, hát én hozzád imádkoztam is, én hozzád kiáltottam, akkor most kérlek, hogy munkálkodjál valahogy, hát, hogy tudjak hívő lenni. Szinte azt se tudta, hogy mi ez, meg mit kell tenni, meg hogy kell volna, csak azt tudta, hogy ott vannak hívők a faluban. Aztán egy kis idő múlva bejött a férje, na kész vagy? Igen. Tudod, mi lesz? Amikor kell menni az imaházba, előbb én megyek el, hogy lássam, hogy mi van ott. Aztán, ha majd ott tetszik nekem, mert azért én csak jobban meg tudom vizsgálni azokat a Biblia igazságokat, akkor majd elmehetsz te is. De már tudta az asszony, hogy Isten már munkát adott. Hát eljött az az idő, elment ő az imaházba, bement. Hát kevesen voltak valóban öregek, és az, aki kiállt oda hozzájuk abba a kis gyülekezetbe, egy másik községből vagy városból, az akkor nem volt ott vasárnap délelőtt, nem jött ki. Délutánra volt soros, hogy jön ki. És a testvérek ott énekeltek, meg imádkoztak, meg megénekeltek, meg imádkoztak. Egyszer csak feláll az egyik testvér, aki gondolták, hogy az egy vezető, féle, egy idős tata. Jaj, Lajos, mondja ennek a látogatónak, milyen jó, hogy jöttél hozzánk. Látod, most a testvér, aki kellett volna jönni, nem jött ide hozzánk. Mi ezt tudtuk, de nem tudunk mit csinálni, mert mi nem látunk olvasni a Bibliából. Te pedig nagyon jól tudsz olvasni a Bibliából, nagyon szépen kérünk, mi kikeressük neked a Bibliából azt, amit el kell olvasni. Gyere ide előre, Lajos, és olvasd el a Bibliából a dolgokat. Ő elfogadta szívesen. Azt mondja, amikor előre mentem, és azt a nagy szószéki Bibliát a kezembe adták, olyan jó érzés fogott el. Soha nem volt Biblia a kezembe. Tudtam én a bibliai dolgokat, meg hallottam a templomban, soha nem volt még Biblia a kezembe. Olyan jó érzés. Azt mondja, amikor nekifogtam olvasni azt, amit mondtam, minden szó a szívembe maradt. Minden szava nekem szólt. Alig tudtam elolvasni. Küszködtem a könnyeimmel, megváltozott a hangom, azt se tudtam, mit tegyek, olyan jól esett. Azaz Isten beszéde volt, és nekem szólt az az ige. Leült Lajos, és ezzel a megnyugvással és ezzel az isteni szóval ment el onnan az imaházból, hogy igen, itt az Isten igéjével foglalkoznak. Olyanok, amilyenek, de Isten igéjével foglalkoznak. Na, kérdezi a felesége, hogy volt? Majd meglátod délután. Azt mondja, úgy örültem, amikor már azt mondta, hogy én is mehetek. Amikor indultam volna délután az imaházba, látom, hogy a férjem is jön. Hova? Megyünk az imaházba. Elmentek oda az Úr házába, hallgatták akkor délután a Jóisten igéjét, és azóta ott vannak, az Isten házába. Megtértek a Jóistenhez. Megváltozott az életük. Az alapvető problémájukra megoldás született. Megváltozott ezeknek az embereknek az élete. Szolgálnak azóta az Úrnak, és most már nem csak onnan előről, vagy a padból, vagy valahonnan olvassák az Isten igét, hanem a szószékről, és mindenütt hirdetik az Isten beszédét. Kedves testvéreim! Az Istennél kész a megoldás. Ez alapvető megoldás, gyökeres változás. Az isteni megoldás az hosszú távra való, nem csak egy pillanatnyi, nem csak egy kicsit valamit javítani akar az Isten az életünkön. Hát akkor mi ez a megoldás? És milyen megoldást kínál nekünk Isten ma este? Hát ott kezdeném, testvéreim, hogy ahogy olvastuk az igében, csinált az Úristen Ádámnak és az ő feleségének bőrruhákat, és felöltöztetik őket. Hát itt a megoldás. Mezítelenek voltak, rájöttek arra, mert vétkeztek, és az Isten kellett ruhákat csináljon ezeknek az embereknek, és ennél állnák meg egy kicsit, hogy Isten csinálta a ruhákat. Isten. Nem az volt jó, amit ők csináltak.
Isten kellett ruhákat készítsen. Tudjátok, testvéreim, olyan bűnös emberi természetünkhöz tartozik az, hogy mi azt csináljuk az életünkkel, amit akarunk. És nekünk van sokszor egy felfogásunk, hogy hogy lehetne az Istenhez jutni. Voltak az Úr Jézus idejében is olyan emberek, akik próbálták megigazítani az életüket. És azt mondták, ezen is javítok, azon is javítok, itt is csinálok valami jót, ott is csinálok valami jót, és nagyon szép lesz az élete. És azt mondta nekik az Úr Jézus, ti emberek, előtt megigazíthatjátok. De Isten előtt nyilvánvaló minden élet. Hiába aggatjátok, teszitek az életetekre, a mezítelenségre, a bűnre, azokat az emberi dolgokat. Nem ezt kell elfogadni. Kell valami más. Sokszor olyan furcsa, amit az ember tesz. Hallottam, volt egy rokonom, aki szabó volt, és azt mondta, hogy volt egy ember, amely jött, azt mondja, hogy szombat este, meg vasárnap, nem tudom, hova kellett menjen az öltönnyel, és azt mondja, hogy Miska azt mondja, mert így hívták a szabó rokonomat, Miska azt mondja, egy millimétert enged lejjebb a nadrágomat. Na jó van, azt mondja, aztán én cibáltam, vasaltam, csináltam, magára vette, áj, de jól lát, azt mondja majd vasárnap. Mert olyan az ember. Sokszor a fiataloknál is így van. Mondja az édesanyja, vagy az édesapa, lányom, vagy fiam, hát nem amúgy, úgy kéne öltözni. Mi van, te nem tudod a divatot? Te nem ismered, hogy ma milyen menet van? Meg hogy a többiek hogy milyen cuccba járnak? Mit tudsz te már? De van az emberiben egy ilyen, hogy fizikailag is, meg lelkileg is olyan dolgokat öltene magára, amit ő gondol jónak. De amikor arról van szó, hogy fogad-e az Isten, vagy kedves-e az Istennek, akkor nem hozatkozhatok, nem jöhetek elő azzal, amit én csinálok. Az Isten csinált ruhákat is azt kell elfogadni. Az Isten ruhája jó. Az Isten ruhája az a megoldás. És nem az enyém. Eszetekbe juttatom azt az igét, amit az Úr Jézus Krisztus mond, amikor egy király mennyegző csinált az ő fiának, és akkorában az volt a szokás, hogy akkor, amikor egy ilyen gazdag, előkelő ember a mennyegzőt készített, akkor a mennyegzői meghívóval, vagy éppen a mennyegzői meghívó volt az a mennyegzői ruha. Tehát szinte egyen ruhát, persze ünnepi ruhát adtak mindenkinek. És ha valaki azt felvette, azt a ruhát, azon megtisztelt a gazdának az akaratát, kívánságát, az, ami neki tetszett, milyen színűt választottak a fiatalok vagy az idősek. És így történt ebben az esetben is, amit az Úr Jézus mond. Hogy volt egy ilyen király, aki egy ilyen mennyegzőt csinált, és amikor eljött a fiának a mennyegzője, akkor a gazda ugye nézte, hogy van elég kóla, meg eszik-e a csiga levest, vagy mit tudom én mit, és ment, és nézte, és hoppá, egyszer csak lát egy embert, aki nem tudom, ma jóba jött. Vagy honnan tudta, hogy mi bejött, de világos, hogy nem volt rajta ünnepi ruha. Nem volt rajta mennyegzői ruha. Azt mondta az a valaki, ó, hát tudok én öltözni, hát nem mondja meg nekem az az öreg. De milyen dolog ez? Nem. Én tudom, én viszem a legszebbet, az enyémet. És ahova megjelenek, majd milyen vagány leszek, ott majd kitűnök. Hát kitűnt. Az biztos, hogy kitűnt. És megmondta neki a király, hogy megsértettél engem. Akaratomat nem tartotta tiszteletbe. Én mindenkinek adtam ruhát, és nézd meg, mindenki elfogadta azt a mennyegzői ruhát, és örülnek velem. Csak te akadékoskodtál, makacs voltál. És azt olvasok az igében, hogy kidobták onnan. Kidobták onnan. Nem azt mondja az ige, hogy mezítelen volt. Nem fürdőruhába jött oda. Nem, tehát a mennyegzőben nem úgy. Volt ruha rajta, de mégis nem az a ruha volt rajta. Nos, nagyon sokan így vannak, hogy fölveszik a maguk ruháját, a jó cselekedeteket, a szép ruhákat, mint a gazdag ifjú, mert az Úr Jézushoz is nagyon szép lelki öltöny volt rajta. Én ezt is csináltam, azt is csináltam, a törvény ezt mondja, a törvény azt mondja, én csináltam, mióta fiatal vagyok, minden oké az életemben, nézd meg milyen szép ruhába, itt pompázok előtted. És akkor az Úr Jézus nem csak a ruhát nézi, a szívbe néz, és látja, hogy ott a szép ruha alatt az ön megvalósítás, vagy az emberek előtt való megigazítás ruhája alatt nagyon sok bűn, anyagiasság, ki tudja, csalás,
vagy milyen fajta dolgok voltak, és látta ezt az Úr Jézus, és rátapintott, és azt mondta a gazdag ifjúnak, hogy van fogyatkozásod, nekem én nem áll jól a hajam, vagy mit tudom én, nincs begombolva jól a zakóm, vagy mi, hogy sáros a cipőm, vagy mi történt? Nem jó színű lóval jöttem ide, vagy tevével, mit tudom én, hogy jött oda? Nem ez a helyzet, hanem a pénz, az anyagiak. Ahhoz ragaszkodsz. Na figyelj ide, tegyük próbára az életed. Most itt, add el a vagyonát. Oszd el a szegényeknek. És gyere, kövess engem. Én gondolom, hogy legyintett egyet. Na, ezzel is lehetett beszélni. Ha pedig én mennyi mindent megcsináltam. Ó, milyen fanatikus. Éppen így gondolkodni, éppen így viselkedni, hát azt így nem lehet. És elment, de azért szomorú volt a szívében. Szomorú volt a szívében. Hát a saját ruhájába jelent meg, és az nem volt megfelelő. Itt azt olvassuk, hogy a megoldás úgy kezdődik, hogy Isten készít ruhát. Nem mi, nem a miénk. Akármilyen szép, akármilyen színes, akármilyen kedves nekünk, vagy esetleg másoknak. Az a ruha kell nekünk, amit az Isten készített. És itt az is van, hogy Isten bőrruhákat készített. Nem hamisítás volt az. Nem az ócska soron vette. Nem is akármilyen gyenge minőségű volt az. Ő a saját kezével készítette, bőrruhákat készített. És itt ki kell térni arra, hogy ahhoz, hogy bőrruhákat készítsen, állatokat kellett megölni. A vér ki kellett folyjon, és azt a bőrt, azokat abból a bőrből ruhákat készített az embereknek, az emberpárnak. Mit hibázott az az állat, vagy azok az állatok? Semmit. De volt egy helyettes. Az az állat, azok az állatok. Azok meghaltak, kifolyt a vérük, hogy Isten ruhát készítsen az embereknek. Ez a megoldás is. Itt kezdődik a Biblia elején ez a helyettesítő áldozat, hogy valaki helyettem kell szenvedjen, valaki helyettem kell meghaljon, hogy a lelki öltönyt magamra vehessem, hogy az enyém legyen ez az igazi öltöny. És ugye, ti mindjárt tudjátok, hogy miről van szó, és miről akarok tovább beszélni. Hogy az Isten elkészítette ezt a lehetőséget is. Megszületett egy gyönyörű gyermek egyik kis helyen. És az anyja annyira szerette, az édesapja is büszke volt rá. Fiú gyermek született. És ahogy nőtt, olyan komoly, jó volt ez a gyermek. Ahogy a szülők mentek a templomba, ő még több időt töltött az Isten házába, a Bibliával foglalkozott, kérdéseket tett fel azoknak, akiknek kellett kérdéseket feltenni. Aztán el tud szolgálni, jót tenni az emberekkel. Mert ez volt az elhivatása. És annyi jót tett ezen a földön, soha senki nem tett annyi jót, pedig sokat tettek az emberek. De annyit, mint ő, soha senki nem tett annyi jót. Letörölte a könnyeket. A halottakat feltámasztotta, a vaknak szemet nyitott, csodákat tett. Igen. És mégis megfogták az emberek, és megfogták, és a keresztpálra tették. És meg kellett, hogy halljon. Ki folyt az ő vére? És én Jézusról beszélek, testvéreim, amiről azt mondja keresztelő János, hogy íme az Istennek a báránya. Ő meghal. Ahhoz, hogy nekem legyen lelki öltönyöm. Hogy nem ezintelenem, és ne a problémákban legyek, az én bajomban legyek benne. Hanem az Isten megoldást készít minden ember számára. Az Úr Jézus Krisztushoz kell jönni. Az Úr Jézus Krisztust kell elfogadni, úgy olvastuk itt az igében, hogy felöltöztette az Isten ezeket az embereket, mert engedték. Mert készek voltak erre. És ezzel az öltönnyel, ezzel az öltözettel jártak, keltek. Igen, az Úr Jézus keresztje. Maga az Úr Jézus Krisztus ez az áldozat, és az Istennél ő a megoldás. Az előbb említettem, hogy Isten és ember között van egy szakadék, az Isten, az ember itt van, nem tudod menni az Istenhez, nem tudod, soha nem tudod oda menni. Azt mondta az Isten, én csinálok valamit, elmegyek én hozzájuk. És ez az Úr Jézus. És az ő keresztje híd lett e szakadék fölött.
és minden ember átmehet ezen a hídon, oda mehet az Istenhez. Jézus ezt mondta, senki nem mehet az Atyához, csak én általam. Akármilyen jó, akármilyen egyházi tisztségben van, akármilyen művelt, akármit tesz, akármilyen gazdag, mit tudom én, mit tud felmutatni, csak Jézus által lehet az Istenhez jutni. Tehát Istennél kész a ruha, a lelki öltöny a te számodra. Kész igazi megoldást adjon Isten a te számodra. Szeretném kérdezni most befejezésképpen. Rajtad van már ez a ruha? Ez a lelki öltöny? Az Úr Jézus megbocsátott neked? Megtisztított már? Kicserélte az életedet? Egy történetet olvastam nemrég, illetve két ember életének összefoglalója. Úgy írja ez az író, hogy Angliában egy évben két nagy híresség halt meg. Az egyik egy nagyon híres professzor volt, aki nagyon okos, nagyon értelmes, olvasott, művelt volt, nagyon sok előadást tartott egyetemeken, különböző helyeken, de sajnos Isten ellen, mert ő Isten tagadó volt. Nem hitt Istenben, és ezt próbálta bizonyítani életén keresztül. És nagyon sokan tisztelték, és becsülték, és éjjenezték, és jártak utána. Amikor ez az ember meghalt, olyan keserűség és olyan szomorúság volt a családban, a feleségben, a gyermekeiben, napokig nem akarták volna kiengedni a házból, már a hatóságok közbe kellett lépjenek. A temetése is egy olyan nagyon-nagyon szomorú alkalom volt, mert mindig az, amikor temetés van természetesen egyrészt, de az a kétségbeesés, az az ordibálás, az ami ott volt, látszott, hogy valami nincsen a rendjén, valami nem működik jól. És ugyanabban az évben meghalt egy hívő ember, egy prédikátor, egy egyszerű ember, de aki életén keresztül egyenesen hirdette a Jóisten igéjét. És sokan jöttek oda a gyülekezetbe, és hallgatták az ige hirdetését. És sokan hitre jutottak az ő ige hirdetései által. Az életének a végén, ott a beteg ágyon, amikor összegyűlt a család, egyszer már azt látták, na meghalt. És akkor az egyik lánya elkezdett imádkozni hangosan, hogy Isten szabadítsa meg, hogy ne engedje, hogy meghaljon. És akkor megszólalt a beteg, mert nem halt még meg, elgyengült nagyon, de megszólalt, és azt megszólította a lányát. A lányom, ezért ne imádkozzál, mert én jó helyre megyek. És akkor szinte egy ilyen látomása volt, betekintése volt a mennyországba, és felemelte a karjait, és mondta, hogy megyek az Istenhez, látom az Úr Jézust. Ott vannak az angyalok, a kérubok, és ott vannak fehér ruhában, és mesélte, és mondta, és szinte meg sem mertek szólalni azok, akik mellette voltak a családtagok. És persze, hogy elköltözött, meghalt. Az ő temetése is. Hát szomorú esemény volt biztos, mert ilyen minden temetés. De ugyanakkor egy olyan megnyugvás, egy olyan békesség vette mindazokat körül, akik ott voltak azon a temetésen. Mindenkinek az volt az érzése, hogy most egy hős elment ebből a földi életből egy másik dimenzióba, valamilyen nagyon, de nagyon jó helyre. Ezt tudja itt mindenki. Azok, akik szólnak, ezt meg is mondják. Mert úgy élt az az ember, hogy oda bejutott. Két ember. Az egyik tagadta az Istent, a hitet, mindent, ami szép, ami bibliai, és nagyon-nagyon csúnya vég volt az osztályai szerint. A másik pedig hitt, alázatos volt, hirdette az igazságokat, és nagyon szép család élettel, mély békességgel távozott innen erről a földről, és bement oda, és ünnep volt a megybe. Mert volt ruhája, mert el volt készülve. Megint megkérdezem, és közeledünk a befejezéshez. Rajtad van ez a ruha, amit az Úr Jézus készített. Ádám és Éva elfogadták. Most mondhatunk bármit Ádámra és Évára, biztos, hogy így jött be a bűn erre a világra, de ebben is példák nekünk, jó példák, hogy ők elfogadták Istentől ezt.
És te mit teszel ezzel? Hajtsuk meg a fejlődés, és imádkozz. Istenünk, köszönjük, hogy erre a földre az Úr Jézust küldted el. És köszönjük, drága Jézusunk, hogy olyan sok mindent tettél életünk ezen a földön. Annyira törődtél az ember nyomorúságával és helyzetével. Köszönöm, hogy ilyen jó szolga voltál ezen a földön, és jöttél, hogy szolgáljál, és jöttél, hogy megváltsál. És köszönöm, Uram, hogy engem is kimentettél, és engem is megszabadítottál, és nekem is adtál egy ruhát, egy új ruhát, egy fehér ruhát, a lelki öltönyt. Drága Uram, kérlek, hogy ma este is kínáld ezt, és engedd, hogy minél többen elfogadják ezt a ruhát. Hogy ne mezítelenül, ne félve, ne önmagunkat megcsalva, becsapva, menjünk tovább az életünk útján, hanem segíts bennünket, jó Istenünk, hogy veled és általad. Tovább így ebben a csendben maradunk, és szeretném kérdezni, ma este van-e itt olyan valaki, aki szeretné felvenni, magára venni ezt a fehér öltönyt, ezt a ruhát, amit az Úr Jézus készített. Ha van ilyen valaki, aki úgy tudja, hogy nincsen még az életében, de föl szeretné venni, mert ez a legfontosabb. Nyújtsa meg a kezét, hogy lássuk ezt, és imádkozzunk ezekért az emberekért. Ha van ilyen valaki, kérjük szépen. Az Úr Jézus itt van, és kínálja az ő kifolyt vére, mindennél fontosabb és mindennél drágább, és az életed alapvető problémáját akarja megoldani. Ha úgy gondolod, hogy neked erre van szükség, akkor emeld fel a kezedet, hogy imádkozzunk ezért. Most magunkról van szó, nem kell jobbra-balra nézni, hogy vajon ki. Rólunk van szó, rólad van szó. Az Úr megszólított, és kér téged, hogy vesd le, hagyd el azt a régit, amit te próbáltál igazítani, javítani, magadra szabni, vagy másokra is. Engedd, hogy a Krisztus adja az övét. Még egyszer kérdezem is utoljára, ha valaki van mégis, aki szeretné ezt a ruhát magára venni, nyújtsa fel a kezét, hogy imádkozzunk. Köszönjük Istenünk, hogy megértettük a te beszédedet, és azt, hogy kínálod is a ruhát. Köszönjük Istenünk, hogy ez ingyen van, köszönjük, hogy bárki elfogadhatja is bármikor. Kérlek, hogy áldjál meg bennünket, minnyájunkat, hogy akik itt voltunk, Urunk, minnyájan elfogadjuk azt a ruhát, amit te készítettél, és így tudjad megoldani az életünk problémáját. Kérünk, hogy segítsél nekünk, minnyájunknak. Te ismersz bennünket nagyon jól. Látod vágyainkat, látod, mire van szükségünk, kérünk, hogy könyörüljél rajtunk, és segíts meg bennünket. Add jó Istenünk, hogy a te országodban, mennyországban tudjunk találkozni. Kérünk Istenünk, hogy áldod meg ezt a gyülekezetet, és mindazokat, akik itt voltak ma este. És dicsőítsd meg a nevedet az életünkben. Amen. Köszönjük szépen a szolgálatot, és azt a kegyelmet, hogy Istentől ma is szólt hozzánk. Elajárt az ő kegyelmét. Az újrakezdésnek, az új életnek a lehetőségét. Ma este is mondom, ahogy a tegnap este mondtam, ha valakik szeretnék, hogy imádkozzunk értük, vagy szeretnék azt, hogy segítsünk a megtérésben, az Úr felé közeledésben, azokkal szívesen maradunk és imádkozunk. Kérjük, hogy jelentkezzenek, szólítsanak meg, vagy adják valahogy tudjukra, mert szívesen imádkozunk mindenkiért, aki a jó Istenhez szeretne közeledni. Thank you.
Jézus, hálát adunk a te kegyelmedért, mivel mi mindig válsz rán. Köszönjük, hogy ismersz bennünket, tudod, hogy hol vagyunk. Tudod azt is, hogy elindultunk-e te felé, vagy még mindig bujkálunk, lejtőzködünk, és a magunk útján járunk. De köszönjük azt, hogy mégsem ítélő bíróként, hanem szerető megváltóként közeledtél felénk ezen az estén. Adorunk, hogy mindenkinek a szíve megnyíljon előtte, készségesen fogadjuk el a te kegyelmedet, készségesen lépjünk veled kapcsolatba, és hívő élettel, engedelmes lélekkel szolgáljuk neked. Urunk, te rád bízzuk a te ígédet, legyen úgy, hogy meghozza a gyümölcsét az elvetett mag, mint a hó és az eső, amikor leesik, megtermékenyíti a földet, úgy a te ígéd is hassa át a mi szívünket, és formáljon át bennünket teljesen. Hálát adunk mindenkiért, aki eljött ma este, hálát adunk a te kegyelmedért, imádkozunk ezért az egész faluért, mindenkit áld meg, Uram, minden szenvedő embert vigasztalj meg, minden keserű szívűt vigasztalj meg, és add, hogy mindnyájan tudjunk benned örülni, és benned hinni, benned bízni. Köszönjük, Urunk! Magasztalunk és dicsőítünk téged. Örökkön örökké. Amen. Amen.